Röviden arról szeretnék beszélni, hogy hogyan változott meg az önkormányzatok feladata az oktatásban, hiszen tudjuk, hogy a 2011-es törvénymódosításokkal, az önkormányzati törvény és a szakmai törvények módosításával, itt elsősorban a köznevelési törvényre gondolok természetesen most, jelentősen átalakult az önkormányzatok feladatrendszere és felelősségvállalása az oktatásban. A törvény módosulásoknak a lényege, hogy az állam nagyobb szerepet és feladatot vállal az oktatás szervezésében, de természetesen az önkormányzatok számára is nagyon komoly feladatok maradtak. Ezek közül kiemelném az óvodai oktatást, hiszen az óvodai oktatás területén a teljes feladat az oktatás szervezése, az infrastruktúra biztosítása és az üzemeltetés is önkormányzati feladat maradt. Tehát mint egy alap kötelező önkormányzati feladat maradt, és a jövőben is az lesz, az óvodai szolgáltatás, az óvodai oktatás megszervezése az adott településen. Más a helyzet az alapfokoktatás terén, az általános iskolák terén, hiszen itt az állam a törvény által kimondta, hogy ő maga fog felelni azért, hogy az oktatás megszervezése megtörténjen, tehát szakmai felelősséget vállal, szakmai kontrollt vállal az alapfokú oktatás felett, és mindamellett az állam magára vállalta az üzemeltetési feladatokat is. Amit ugye tudjuk, hogy a Kléberben intézmény fenntartó központ által szerveződik most az ország. Azonban itt is van és maradt önkormányzati feladat, hiszen az iskolák tulajdona az önkormányzati tulajdonban maradt, és ezáltal, mint tulajdonos, felelősséget vállal az intézménynek az állapotáért, a felújításáért és az esetleges bővítésért. Tehát itt az állammal közösen lehet ezeket a feladatokat megvalósítani. Tehát az alapfokú oktatás terén is nagyon komoly feladatai maradtak az önkormányzatoknak. Én úgy gondolom, hogy ez az alapfokú oktatásnak az átalakítása nagyon komoly összhangot vár el az állam és az önkormányzati rendszer között, az egyes önkormányzatok között, hiszen csak akkor lehet hatékonyan a háttér infrastruktúrát biztosítani az oktatáshoz, hogyha együttműködésre képes az állam az önkormányzatokkal. És most engedjék meg, hogy mint a térség országgyűlési képviselő, és azért néhány dolgot mondjak arról, amit itt helyben tapasztalok az oktatás átalakításáról. Ugye itt a mezőkövesdi járásban is létrejött az intézményfenntartó központ, 25 települést érint, illetve fog át az intézményfenntartó központ, 22 iskolai intézmény van a járásban, több mint 3700 diák és több mint 400 pedagógus sorsát, dolgát irányítja az intézmény fenntartó központ. Én azt gondolom, hogy itt a mezőkövesdi járásban az átalakulás zökkenőmentes volt. A legnagyobb kihívást talán itt ebben a járásban is, és ahogy tapasztalom az ország más területén is, az üzemeltetés során történt jelentős átalakulás, hiszen az önkormányzati kézből átment állami kézbe, egy intézmény kezében. Talán itt tapasztalunk némi kis gondokat, problémákat, amelyeket azért bízunk benne, hogy az egy év tapasztalata alapján ki lehet korrigálni, és zökkenőmentes üzemeltetés, működtetés lehet adni a pedagógusoknak és természetesen a gyermekeknek. Amit mi itt már tudunk, hogy az oktatás itt mezőkövesdi járásban átszervezése szeptembertől nem aktuális, tehát nem fog változni egyetlen tagintézmény sorsa sem, egyetlen iskola sorsa sem változik, tehát ebben a szervezeti felállásban kezdi meg a következő 2014-15-ös tanévet is a mezőkövesdi járáshoz tartozó iskolák. És
Végezetül csatlakozva a programhoz, a Sulinet program bővítéséhez, erősödéséhez, természetesen nagy örömünkre szolgál, hogy itt a Dél-Borsodban élő gyermekeknek is a számítógéppel való ismerettsége, az internettel való kapcsolata erősödni fog. Úgy gondoljuk, azt hisszük, hogy ma már természetes dolog kell, hogy legyen, hogy az általános iskola végére egy diák maximálisan ismerje, tudja kezelni az internetet, a világhálót, és az is egyébként, hogy valamelyik más nyelv tudásának az alapjait megszerezze. Én úgy gondolom, hogy ezzel a fejlesztési bejelentéssel itt a mi térségünkben ezek a feltételek biztosítják, hogy minden tanuló, tehát az említett több mint 3700 tanuló hozzájusson ahhoz a tudáshoz, amire majd később a középiskolai tanulmányai során, vagy még tovább az életben lehet alapozni. És ne feledkezzünk meg a mezőkeresztesi Kossuth Lajos általános iskoláról sem, hiszen itt ebben az iskolában éppen azoknak a feladatoknak tesz eleget az önkormányzat, amelyről szóltam, hogy a felújítás, a bővítés, a korszerűsítés, ez alapvetően mint tulajdonos az önkormányzati feladat, hiszen ebben az iskolában egy 340 milliós fejlesztés van folyamatban, amellyel jelentősen fognak bővülni az oktatásnak a feltételei, megújulnak a tantermek, és a mindennapos testnevelésnek a feltételrendszer is kialakul, hiszen bővülni fog a tornateremnek az alapterülete, és így itt lévő 300, több mint 370 diák, illetve a négy tagiskolában tanuló még több mint 400 diáknak a mindennapos testnevelés feltételeit előteremtésében jelentőset lép előre a mezőkeresztesi iskola. Tisztelt jelenlévők, én azt gondolom, hogy az oktatás átalakítása, az oktatási rendszer átalakítása tiszta képet adott az ország számára, minden érintett számára. Mindenkinek tudnia kell, mi a feladata az önkormányzatnak, mi a feladata az államnak, és érteni kell a változásnak a lényegét. Ne felejtsük el a nagy horderejű lépést, hogy a pedagógus életpálya modell bevezetése is tartalmában is egy új oktatási képet vetít előre itt hazánkban Magyarország. Én azt kívánom, hogy az országnak is sikerüljön, és természetesen mi is meg fogunk mindent tenni azért, hogy ez a mezőkövesdi járásban is meg tudjon valósulni. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy építmezőkeresztesen jelenthetek be két fontos kormányzati kezdeményezést, illetve annak első szakaszának lezárását. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy Magyarország versenyképességét hogy lehet javítani, és ebben a versenyképesség javításban rendkívül fontos szerepe van a vidék fejlesztésének, azon területek, régiók, kis települések fejlesztésének, amelyen keresztül az egész ország élvezheti a beruházások és fejlesztés előnyeit. Ebben a folyamatban nagyon sok nemzetközi összehasonlítást végzünk, melyek azok a területek, ahol Magyarország versenyképesebb, esetlegesen lemaradt a versenytársakhoz képest, és azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy az infokommunikáció, távközlés terén mindenképpen lényeges javításra, beruházásokra van szükség ahhoz, hogy Magyarország piacvezető lehessen ezen a területen is. Ezt nem tudjuk megtenni anélkül, hogy az oktatási rendszerünket ne fejlesztenénk átfogóan, alaposan, teljes körűen, és ennek nagyon fontos eleme az, hogy az az infrastruktúra, amelyen keresztül a mindennapi ismereteket oktatjuk, átadjuk a gyerekeknek, az ne fejlődjön. Az infrastruktúra fejlesztésének két fontos eleme van, az egyik maga a hálózat, amelyen keresztül kommunikálunk, amelyen keresztül hozzáférést biztosítunk mind az oktatóknak, mind a gyerekeknek a nagyvilághoz, azokhoz az alkalmazásokhoz, rendszerekhez, amelyen keresztül tanulhatnak, fejlődhetnek, esetlegesen szórakozhatnak, hiszen ezen keresztül önképzésre, illetve saját maguk fejlesztésére is lehetőség nyílik majd. Másik fontos terület annak az eszközrendszernek a fejlesztése,
amelyen keresztül az oktatók, az iskolák a tananyagot, a tudást, az ismereteket átadják, továbbítják a gyerekek részére. Igyekszünk mindkét oldalról megfelelő forrással jelentős támogatást és fejlesztést megvalósítani. Ebben a folyamatban az első fontos mérföldkő az iskolák internet kapacitásának a fejlesztése, bővítése volt. Idézőjelben sok kritika ért bennünket azzal kapcsolatosan, hogy nem sokat tettünk annak érdekében, hogy Magyarország széles sávú fejlődése, fejlesztése ezen a területen is látványos legyen. Én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy a forrásaink ezen a téren bűvültek, a költségeink csökkentek. Mindezt úgy tudtuk megtenni, hogy emellett a rendelkezésre álló kapacitások a technológia fejlődése révén magasabb sávszélességet fogunk tudni biztosítani. Ennek keretében kezdtünk el a Nemzeti Információs és Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel közösen, aki a Sulinet hálózat magyarországi fejlesztője, egy nagyobb mértékű beruházást. Ennek keretében számos intézmény sávszélesség bővítése már befejeződött. Mondanék néhány számadatot is ezzel kapcsolatosan. Jellemzően átlagosan 1 és 4 megabit per szekundumos sebességgel működtek eddig az iskolák. Ez a következő időszakban jelentősen változni fog, illetve több intézmény esetében az elmúlt egy hónapban már változott. Összesen 5069 intézményt üzemeltet a NIFI, ebből 2013 végéig már 1052 intézmény esetében megtörtént a bővítés, és 2014 első fél évében további közel 1000 intézmény esetében valósul meg ez a fajta fejlesztés. A maradék 2800 intézmény esetében pedig az év második felében várható a sávszélesség bővítés. Ennek keretében a jellemzően 1-4 megabit per szekundumos sávszélességet lényegesen megemeljük. Ahol a technikai lehetőségek megengedik 50-100 megabit per szekundum sebességig, ahol a jelenlegi adott települési hálózat nem teszi lehetővé, ott 8-10-12 megabit per szekundumos sebességre. Erre vonatkozó konkrét adatokat is a sajtó rendelkezésére tudunk bocsátani, amennyiben erre érdeklődés jelentkezik. A hálózatfejlesztés azért is fontos, mert számos olyan felajánlást kapott a magyar kormányzat nemzetközi cégektől, vállalatoktól, szakmai szervezetektől, amelyen keresztül ingyenes tananyagokat tudunk biztosítani az oktatás szinte valamennyi területén. Ez a felajánlás csak akkor ér valamit, hogyha hozzáférést biztosítunk az iskolák számára, lehetőséget biztosítunk az iskolák számára ahhoz, hogy ezeket a tananyagokat online valós időben elérjék. Ezeknek a száma óriási, több százezer oldalnyi tananyag érhető elektronikusan, akár informatikai cégektől, akár oktatásfejlesztési cégektől érkezve, és azt reméljük, hogy a sávszélességfejlesztési program keretében valamennyi magyar oktatási intézmény teljes körűen fogja tudni hasznosítani ezeket az információkat. Másik fontos eleme a fejlesztésnek az eszközfejlesztési program, amely egy TIOP program eredményeképpen valósul meg. A TIOP 1-1-1 program keretében 12,5 milliárd forint értékben biztosítunk taneszközt, oktatási eszközt, elsősorban informatikai eszközök vonatkozásában a diákok és a tanárok részére, illetve digitális tananyagot az oktatók részére. Ebben a programban jelentős mennyiségben vásárolunk, szerzünk be laptopokat, nagyjából 15 000 darabot, munkaállomásokat körülbelül 4000 darabot, interaktív táblákat körülbelül 4400 darabot, és táblagépeket a legújabb alkalmazások oktatására, bemutatására több mint 4000-es mennyiségben. Ez a fejlesztés reményeink szerint lehetővé teszi azt, hogy valamennyi iskola, amelyik nem rendelkezik még ilyen eszközökkel, illetve ahol az eszközök elavultak, ezt az eszközparkot lecserélheti, megújíthatja. Ez a fejlesztés további alkalmazások megjelenését is lehetővé teszi, így például nyelvi laborok fejlesztését nagyszámban, digitális tananyag biztosítását jelentős mennyiségben specializálva egyes tantárgyakra. Összességében ez a 12 milliárd forintos, több mint 12 milliárd forintos program azt a lehetőséget biztosítja valamennyi iskola oktatási intézmény számára, hogy versenyképes, korszerű tudást biztosítson a gyermekek számára. Azt gondolom, hogy ez a nagyságrend, ez az összeg mindenképpen elegendő ahhoz, hogy Magyarország az európai tagállamok között
az első negyedbe tartozzon, az első 5-6 versenyképes tagállam közé kerüljön. Emellett szeretnék beszélni arról is, hogy a következő 7 évben az Európai Unió 2014-20-as büdzséjében körülbelül 340 milliárd forint áll infokommunikációs és távközlési fejlesztések megvalósítására. Ezen belül nagyjából 20 milliárd forint digitális írástudás, íráskészség fejlesztésére. Nagyon fontos számunkra az is, hogy ne csak az általános és középiskolások, hanem azok a társadalmi csoportok, rétegek is hozzáférjenek az eszközökhöz, az infrastruktúrához, akik akár a település elzártsága, akár a saját anyagi helyzetük miatt ezt eddig nem tudták megtenni. Ennek érdekében a magyar kormány úgy döntött, hogy 2018-ra teljes szélessávú lefedettséget biztosít Magyarországon, azaz valamennyi magyar háztartás esetében a legalább 30 megabit per szekundum sebességű sávszélesség elérhető lesz. Minden második háztartás esetében és közintézmény esetében a 100 megabit per szekundum sávszélességű kapcsolat kerül kialakításra és biztosításra. Azt is szeretném jelezni, hogy a kormány gondolkodik azon, hogy a Miskolci digitális program folytatásaként azt kiterjesztve Magyarország egész területére ezen program fejlesztéséről, megvalósításáról gondolkodik. Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy nagyjából a Miskolci program első fél évének a tapasztalatait kiértékelve, elemezve szeretnénk ezen programot folytatni. Elsősorban a hátrányos helyzetű térségekben, a fokozottan kiemelten hátrányos helyzetű térségekben, ha jól emlékszem, Magyarországon 47 ilyen kis térség van jelen pillanatban, illetve célzottan a 45 év fölöttiek, a regisztrált munkanélküliek, illetve a nyugdíjasok, aktív idősek vonatkozásában szeretnénk ezt a programot megvalósítani. Azt gondoljuk, hogy ezen programon keresztül lényegesen gyorsulhat a közigazgatási ügyintézés is, amelyhez a kormányzat jelentős mennyiségű alkalmazás fejlesztést valósított, illetve valósít meg a közeljövőben is, és lehetővé válik az, hogy otthonról a hivatali ügyeink nagy részét el tudjuk intézni. Lehetővé válik az, hogy a ma nagyjából 43-44%-os digitális írástudatlanság szintjét jelentősen 20% alá csökkentsük, és egy olyan elektronikus digitális piacot állítsunk ki, hozzunk létre Magyarországon, amelyen keresztül Európa és a világ versenyképes régiói közé tartozhatunk. Ehhez kívánok mindannyiunknak nagyon sok sikert. Köszönöm szépen!